Üdvözlök mindenkit, Gyenis Gábor vagyok, 19 éves, és ebben a videóban be fogom mutatni az elmúlt 9 év eseményeit, amik velem történtek, és hogy hogyan jutottam el idáig. 2004-ben kezdődött, amikor megkaptam az első gördeszkámat, és miután megtanultam néhány trükköt, elkezdtük azt videóra menni. 2006-ban Pécsre költöztünk, ahol megismertem Méhes Gábor barátomat, akivel azóta is videókat készítek. Az elején csak a gördeszkázásról szólt a filmezés, így sokat szerepeltem a kamera mind a két oldalán. Itt éltem 2006-ig, és ez az első videóm helyszíne. Idővel kialakult bennem egy érdeklődés a fémkészítés és a fémgyártás iránt, és elkezdtem más témákat is felhasználni a videóimhoz, és erre egy jó példa egy ügyességi videó, amiben pingpong labdákat dobálok bele különböző helyzetekből poharakba. Közben mini játékfilmeket is készítettem, és ezek közül megemlíteném egy 1848-as forradalommal kapcsolatos videót, amiben a forradalom előestéjén a Pilvasz kávéházban történt eseményeket dolgoztuk fel néhány barátom alakításával. Egy másik kis filmemben két testvér konfliktusát dolgoztam fel, amit végül az apjuk volt meg egy ilyen bezárási ítélettel. A jövőben továbbra is szeretnék videókat készíteni, és célom, hogy egyszer egész estés filmeken dolgozhassak. Na, köszönöm a figyelmet!